Tisztelt látogatók, virtuális látogatóink, idei második virtuális megnyitókat tartjuk az Atlantis galériában. A főszereplő Sinkó István festőművész, akinek a 70. születésnapját ünnepeljük ezzel a tárlattal, amelynek megnyitójára szeretném megkérni Sümeghy György művészettörténész jó barátot, aki virtuálisan megnyitja ezt a kiállítást. Tisztelt látogatók! A sokszínű alkotóknál, ilyen Sinkó István, mindig zavarban van az ember. Mit emeljen ki, vajon melyik a legfontosabb tevékenységi köre? Az 1900-as évek elején megjelent festészeti összefoglalókban külön tárgyalták egyazon személyiségben a pedagógust, a festőt, a gondolkodót, a művészet szervezőt. Sinkóról annyit föltétlen érdemes följegyezni, hogy polgári családban festőművész édesapa és hegedűs édesanyja mellett nőtt föl. Ehhez a családi millióhoz kapcsolta őt évtizedeken át tartó zenész tevékenysége, csellózása egy zenekarban. Tanított képzőművészetet a hazai iskola rendszer teljes vertikumában, írt tanmenetet, tartott előadásokat, foglalkozott múzeumpedagógiával, vezetett szakköröket, és évtizedek óta ír kiállítás ismertetőket, bemutat tanulmányokba képzőművész kollégákat. Kutatja, keresi a kortárs művészet új jelenségeit, ismerteti a legfiatalabb alkotókat is, mindig a megismerés és a bemutatás elementáris igényével. Sokágú tevékenységi köréből némelyik természetesen a festőművész alkotót is segíti, inspirálja. Itt a képei között lássuk most a festőt, nézzük a festőt, a képzőművészt, azt az alkotót, aki az utóbbi években 2017-től megfestett munkái válogatott darabjaival szembesít bennünket. Mivel Sinkó maga is foglalkozik írásaiban művészettörténeti kérdésekkel, művei befogadásához néhány idézett hivatkozással próbálok először közelíteni. Édes úr, a képfestő képet fest, és aztán, ha a legnagyobb tökéletességre vitte is munkáját, akkor is csak képet fest, és annak a festett képnek a lelke csak az, hogy természetes légyen és tessen a szemnek. De ha mindév csak festegetnek, mindév csak hangicsálnak, még abból nem leszünk okosabbak. Amely versezetnek nem az erkölcs a fő célja, nincsen annak lelke, akármilyen szépnek tessék is különben, hasonlatos az a festett képhez és pengő hegedűhöz, melyek az érzékenységet fölcsiklandozzák, de a szív kívánságát ki nem elégíthetik, írt a Csokonai Vitéz Mihálynak 1804. április elején Fazekas Mihály. Ő elismeri, hogy a festett kép lelke a természetesség, és tetszés a szemnek. Ám bármely műalkotás legfontosabb ismérvét az erkölcsi tanulság hordozásában tételezi. Az erkölcsi tanulság kívánása 100 év alatt kimosodott a képzőművészet történetből. Amiről álmodom, az az egyensúly, a tisztaság és nyugodtság művészete, mentes a zavaró, felkavaró témáktól, a színek immár önmagukban is elég erősek ahhoz, hogy függetlenül az ábrázolt tárgytól hassanak az érzelmekre. Jegyezte fel Henri Matisse, és művei tanulsága szerint vallja ugyanezt Sinkó István is. S amíg hozzáteszem Egri József fölismerését, akkor talán közelebb juthatunk Sinkó műveihez is. Érzésem az, hogy a művészi fejlődés ösztönös távolodást jelent a szóval kifejezhetőtől. A kiállítás Sinkó festői útjának fontos állomása, ezen a stációján a korábban fogalmazott, például zárt terekbe áramló vizek műsorozatok után kisebb méretű akril képei sajátos változatosságot mutatnak. Fogalmazhatjuk úgy is, hogy festői útkeresésének lehiggadt periódusában sem törekszik tárgyszerűségre, amiről Kandinsky így fogalmazott.
tárgyszerűségre, tárgyak ábrázolására művészetemben semmi szükség. Sinkónál megmaradnak egyfajta elvontságban, átszellemítettem jelekké, motivumokká, képi fragmentumokká átírva a kvázi tárgyak. Csomósodva, összesűrűsödve, organikus formát öltve magukra, vagy geometrizáló képletekbe föltéve. A geometrikus és organikus formaképződmények sajátos egybefogottságban jelennek meg nála. Az írástól hajlékony, keleti ihletésű, kaligrafikus mozgások megjelenítései széles a skála. Omás képein legfontosabb mesterei, útmutató kollégái, Szabados Árpád, Bodóczky István, Molnár Sándor képi világát idézi megbecsülő tisztelettel. Vannak olyan munkái, amelyeken a faktúra, a tiszta színek és gazdag tónusok csapnak össze feszültséget teremtve, vagy máshol a formák egymásba való átjátszása, áttűnése foglalkoztatja. Egyik munkája élményi hátterében a jeruzsálemi kárpit megszakadását fedezhetjük föl, másutt egy fehér festékforma Krisztussá tűnik át, vagy egyik kompozíciója centrumába helyezett nagy szem hordozza az Isten szeme gazdag ikonográfiai jelentéskör sugallatát is. A mostani karanténbe is festett művei sorában új sorozattá áll össze a Szent Pál levelei inspirációjában fogalmazott képegyüttes. E művein a fakturális biztonság, egy-egy motivikus azonosság és a levelekből vett, fölírt idézetek együtt teremtenek újabb képi világa a szeretet Orbis Pictusa felé utat. Ahogy az egyik festményén Szent Páltól ő maga idézi, bár mindenkitől függetlenül voltam, mindenkinek szolgájává lettem, hogy minél többet megnyerjek, eddig az idézet. Azért, hogy segítsen festményeivel a szépség, a harmónia olykor sötét árnyakkal, sötét tónusokkal is megidézett világához közelebb jutni bennünket. Köszönet érte. Gratulálok, maestro. Köszönöm. Köszönöm szépen én is a... Akkor fogadd a születésnapodat. Ó, tényleg igazad is. Nagyon köszönöm.